A 9 évvel ezelőtt útjára indított Széchenyi kártya az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programjává vált. Az eltelt időszakban meg 10-szereződött a napi igénylők száma, mára 208 ezer igénylést, 150 ezer kiadott kártyát regisztráltak. A jubileum alkalmából a Kavosz ZRT, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével, a Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve Magyarország minden megyéjébe ellátogat. Szerencsén az egyik helyi étteremben megrendezett eseményen a város önkormányzata nevében Egeri Zsolt köszöntötte az esemény résztvevőit. A város alpolgármestere beszédében ismertette, hogy a Szerencsi cukorgyár bezárása a munkahelyek számának csökkenésén túl az ingatlanárakban jelentkező további 500 milliárd forint veszteséget okozott. A településen az ipari és mezőgazdasági termékek feldolgozásának van meg a hagyománya, és jelenleg is ezek az ágazatok jelenthetik a jövőt. Az alpolgármester fontosnak nevezte, hogy a helyi kis és közepes vállalkozások pénzügyi forráshoz juthassanak, aminek egyik lehetőségeként mutatkozik a Széchenyi kártya. Arról már Bihal Tamás, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke beszélt, hogy a megyében sikeres a program, a vállalkozók érdeklődése és az igénylés kiemelkedő. Két számot szeretnék mondani Borsod-Abaúj Zemplén megyére. Az egyik, hogy a Széchenyi kártya programon keresztül az elmúlt években közel 70 milliárd forint kihelyezés történt meg, ami azt gondolom, hogy egy kis-közepes bankszerű méret, ez egy fantasztikus szám, és mintegy 15 ezer vállalkozó kapta meg, vagy újította meg a kártyáját, ez is fantasztikus szám. Megjegyzem, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztráltuk a legtöbb Széchenyi kártya igénylést, és én azt hiszem, hogy az a forrás ebben a különösen nehéz helyzetben, ami lassan 2008 óta magyar gazdaság vállalkozásait elérte, és itt nyilván hatványozottabban a mi területünkön, ez egy olyan injekció, amelyik lehetővé tette a folyamatok túlélését, menedzselését, esetleg talán fejlesztését is, úgyhogy bízom abban, ez a továbbiakban is így lesz. Elsősorban milyen célt szolgált ez a hitel, amit igénybe vettek a kis és közepes vállalkozások a Széchenyi kártya keretében? Hát elsősorban ez egy likvid eszköz, tehát a forgóeszköz problémák megoldására szolgál, és mivel nagyon rugalmas az igénybevételi lehetősége, és nagyon jók a költségei, ezért ez méltán lett roppant népszerű. Elsősorban a kereskedelem, építőipar és a szolgáltató cégek körében jellemzően. És a kártyának van egy ilyen bizalmi tőke jellege is, hisz a bedőlési arány messze jobb, mint bármely más terméknél az országban. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások, miközben nem kérünk tőlük ingatlan és egyéb fedezetet, legalábbis egy adott összeghatárig semmiképpen, csak a saját vállalkozási kezességüket. Ez azt jelenti, hogy értik és tudják, hogy ezt a kártyát jól lehet használni, és a átfutási idők lejártával pedig a folyamatos visszafizetést is a vállalatok gyakorlatilag vállalják, és ez nagyon nagy fegyvertény. Úgyhogy én azt remélem, hogy a kártyának az íve az jó néhány évig megmarad még ezen a palettán. A Széchenyi kártya konstrukció koordinálására hozta létre a VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Kavosz ZRT-t, amely a hazai kisvállalkozások hitelhez jutását segíti elő, a kereskedelmi bankok forrásaira építve, tényleges állami kamattámogatással, állami viszontgaranciával fedezve a hiteleket. Borsod-Abaúj-Zemplén megye mindenféleképpen a szívem csücskéje nagyon régóta. Nagyon szeretek idejárni, és azt gondolom, hogy egy mintaértékű megye. Amiatt, hogy abban az időszakban, amikor gyakorlatilag át kellett váltani egy nagyon komoly ipari háttérről egy teljesen más világba, a megye képes volt ezt feldolgozni, és a Széchenyi kártya forgalmazás tekintetében pedig egyértelműen láthatóan egy ilyen minta megye számunkra. Nagyon jól működik mind a kamarai, mind a VOSZ irodahálózata. Szinte nincs 15 olyan kilométer, ahol ne lenne valami fajta elérhetősége a Széchenyi kártyának. És amiatt, hogy a kamattámogatás kíséri az állam részéről a programot, illetve garanciatámogatás is kíséri, gyakorlatilag ennél olcsóbb és jobb terméket ma nem lehet találni a piacon. Továbbá még egy fontos elem talán van benne, hogy egyáltalán van pénz. Mert most, amikor a bankoknál azért a hitelszűke az,
az nagyon komoly gátló tényező, addig a Széchenyi Kártya program keretein belül pont azért, mert egy garanciatámogatás van a rendszer mögött, emiatt a bankok sokkal szívesebben mernek adni pénzt a vállalkozásoknak ebben a program csomagnak a keretein belül. Tehát minden vállalkozót csak biztatni szeretnék arra, hogy próbálják ki ezt a terméket, merjenek hitelt felvenni, nem Isten ellen való vétek, hogyha az ember hitelből dolgozik, hiszen a vállalkozás a fejlődése mindenféleképpen szükségesé teszi, vagy ha nem is a fejlődése, de legalább a túlélés, hiszen most az elmúlt 3 év a válságban nem arról szólt, hogy duskál mindenki a pénzben, tehát nekik igazából talán a túlélést is szolgálja, főleg ebben a megyében, ahol azért halmozottan nagyon komoly problémák állnak fenn az elmúlt években is, talán egy kis mankót, segítséget tud nyújtani a vállalkozásoknak. A szerencsi eseményen nyújtották át a 150 ezredik jubileumi kártyát Tiszalóci, Sárospataki, Szerencsi, Mezőzombori, Tokai és Miskolci székhellyel bejegyzett vállalkozások képviselőinek. 2006-os évektől vettük fel ezt a Széchenyi kártyát, évek alatt bővítettük, vissza is tudtunk belőle bőséggel adni. Azt gondolom, hogy ez nem egy dicsőség, hanem egy szükséges dolog, ami a szükség egy eredményt hozott, és nyilván az eredményből tudtuk azt képviselni a térségben, amire való ez a kártya. Azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk erre, hogy egy ilyen kártyát már sok-sok év alatt megfelelőképpen használtunk, ezt tudom vállalkozótársaimnak is tovább ajánlani. Valójában megfelelő hitelkondíciók segítségével stabilizálta a cégünk sok éves működését. A vállalkozásoknál felvetődik az a kérdés, hogy mikor hitelt vesznek fel, akkor látható-e ennek a hitel összegnek a visszafizetésnek a garanciája? Hogyan sikerült kalkulálnia az ön cégénél ezzel a momentummal? Gyakorlatilag mérlegelnünk kellett az éves árbevétel tekintetében, és azt gondolom, hogy nem akartuk túlvállalni magunkat, egy szükséges forgóeszköz hitel konstrukciót kerestünk, én azt gondolom, hogy megtaláltuk, és sok-sok évig még, amíg ez szükségeltetik, használjuk. A Széchenyi Kártya program keretein belül percenként 1 millió forint hitel kerül a kis- és középvállalatokhoz, segítve mindennapi működésüket. Eddig 954 milliárd forint hitelt helyeztek ki a bankok, és bővült a termékek köre is. Az Agrárium régi kérése teljesült szeptember 1-től azzal, hogy elindult az Agrár Széchenyi Kártya program, amely elősegítheti a hazai mezőgazdasági vállalkozások erősödését, csökkenteti versenyhátrányukat, mérsékelheti finanszírozási költségeiket, ezzel hozzájárulhat a munkahelyek megtartásához és a foglalkoztatás bővítéséhez.